Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Ma este magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként az augusztus 20-i ünnepi eseményekről számolunk be Önöknek. Kérem, tartsanak velünk! Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz, mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintünk cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házat sziklára épít. Szakadt az ábor, emlett az ág, süvített a szél is, neki zúdult a háznak, de az nem dölt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahol az ostob emberhez hasonlít, aki a házát magukra építette. Szakadt az ábor, emlett az ág, süvített a szél, neki zúdult a háznak az összedől, és nagyon halmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét, a nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudom. Ezek az evangélium igény. Az 1808-ban Szent István király tiszteletére felszentelt Tolsok-Berendi római katolikus templomban ebben az évben Prímász Gábor Róbert ciszterci szerzetes Jászdi plébános celebrálta az augusztus 20-ai ünnepi szentmisét. Prédikációjában Szent István személyiségének és munkájának jelentőségére hívta fel a figyelmet. És egy pillanatra álljunk meg a nagy hírű atyák dicséretnél, Szent Istvánnál. És egyházunk, amikor valakit oltárra emel, vagyis szentté javad, akkor kéri a híveket, elmerkedjenek egy kicsit annak a személynek az életén, hogyan lehetett, hogyan válhatott szentté az az ember, aki példaképül állít elén, hogy lám, gyengék, gyarlók vagyunk, és mégis sikerül szentté lenni. Egy kicsit próbáljuk meg körbejárni Szent István így, hogy egy kicsit közelebb kerüljön a szívünkhöz, lelkünkről, és elhiggyük azt, ami egyesek számára hihetetlen, lehetetlen. És az első gondolat talán az lehet, hogy hát persze könnyű volt Szent Istvánnak, hiszen az Úristen eleve elrendelte, hogy ő szentté legyen. És bármilyen hihetetlen, mi is úgy vagyunk elrendelve, arra vagyunk meghívva, hogy szentek legyünk. A kevésbé vallásos ember, kevésbé gondolkodó ember mondhatná azt, hogy hát könnyű volt, úgyis Szent Istvánnak, hogy gazdag volt. Övé volt a korabeli Európa egyik legnagyobb, leggazdagabb országa, hatalmas vitézek, fejedelmek, lesték az ő kívánságára. Könnyű volt az élete, mindent megkapott, hát persze, hogy könnyű szent élete. Persze, mi ahol szenvedünk, tudnak milyen nehéz. Akkor nézzük csak meg egy kicsit ezt a gazdagságot, ezt a gazdag ifjút. Hiszen tényleg gazdag volt István. Édesapja Géza előre határozta neki az útját. A mai fiatalok közül ki bírná azt elviselni, hogy ti, mint szülők, azt mondanátok, hogy drága fiam, ide mész középiskolába, ide mész szépen egyetemre, ezt a lányt veszek a feleségül, és mi is szólhatnánk. Na akkor innen már kezdhetnék egy kicsit kapirgáljuk, mégse volt olyan könnyű azért Szent Istvánnak az élete. Vegyük a gazdagságát. Hány és hány mai fiatal ember van, aki nagyon gazdag, mindenen megvan, és a gazdagságában egyszerűen nem tud gondolkodni, jól élni, nem tudja fölhasználni semmire sem, eltékozolja, elveszíti, éli a nagy betűs életet, és előbb-utóbb az Isten is megtagadja. István is megtehette volna ezt,
hiszen hatalmas bölbirtokai voltak, és sok minden más. És István volt annyira alázatos, hogy mégsem ezt tette. Aztán van még sok minden István életében olyan dolog, ami nagyon hasonlít hozzá. István férfi volt. És tudjuk jól, hogy férfi a saját korából. A hölgyesetekben tudják, hogy a férfi egy nagyon makacs, nagyon akaratos teremtmény, amely nem nagyon szereti az Úristennek a bizonyos dolgait, nem ért. Mi férfiak sokszor úgy vagyunk berendezkedve, hogy úgy határozottan megyünk előre. Mi tudjuk, hogy merre kell menni, mi tudjuk a megoldást. Nem nagyon szóljanak bele a mi dolgainkban. És ott van az Isten, pedig az útjai kifürkészhetetlenek. És István is igazából jó értelemben véve, hogy igazi férfi volt, olyan makacs volt, olyan fafejű volt, aminek köszönhetjük mind a mai napig, hogy itt vagyunk. Mert hát az életében jött a pogány, jött a német, mindenki megpróbálta őt tönkretenni, az országát elfoglalni, de pont ez a férfias keménysége az, amely összefogta ezt a népet, ezt a nemzetet, amiért részben példaként számít. Belegondoltatok már férfiak abba, hogy mekkora példaképei vagyok a gyermekeknek. És bármi hihetetlen, egy családban a gyerek számára az első példakép az mindig az édesanyja, apja. Az édesanyja is az, csak egy idő után az édesanyja ilyen oltalmazó, védő, karjait széttáró menedékhely lesz, míg az édesapa lesz az, aki megmutatja a helyes irányt, megmutatja, hogy merre kell menni a határozottság. Mennyire hiányzik ma a templomból a férfiaknak a népesség. Itt szerencsére azért bőven vannak férfiak, és áldja meg őket az Úristen. Mert az is nagy titok, hogy persze a gyerek eljár az édesanyjával, a nagymamájával a templomba, de az igazi, maradandó, vallási élmény számára akkor fog bekövetkezni, amikor az édesapja megfogja a gyermek kezét, és hozza a templomba. És a gyerek felnéz az édesapjára. Előbb-utóbb elkezd azon gondolkodni, hogy erős az én édesapám. Mindent tud, mindent meg tud szerelni, mindenre tud választ adni, és mégis eljön ide a templomba, le tud térdelni, meg tudja hajtani a fejét, és tud imádkozni, vagyis beszélgetni az Istennel. Ilyen volt Szent István is. Kemény ember volt, nagy vitéz volt, erősen, de az életben is sem. Tudta jól, hogy vannak olyan dolgok az életben, hogy változtatni nem tud. Tudta jól, hogy az ő képességeinek is vannak határai. Hiszen meghalt, nem egy gyermeke. A trónörökös fia is meghal, Imre. És bizony-bizony ott van ez az ember, hosszú évtizedek óta építgeti, szépítgeti ezt az országot, ezt a nemzetet, óvja és védi külső és belső ellenségtől. És akinek át akarnám adni az örökségét, az nincs többi. És ott volt Istvánnak a hite, le tudott térdelni, és a világon elsőként a mennyei édesanyának ajánlotta fel az országot, hogy óvja és védelmezze. Itt talán sok embernek fel sem tűnik, de ott fönn a kóruson, az orgona fölött van egy nagyon jellegzetes ciszterciánkázulás. Középen van a szűzanya, aki széttárja a köpenyét, és alatta ott vannak a ciszterciák. És kezdet óta mi mennyei édesanyáknak tartjuk a szűzanyát, a napunkat az ő énekével zárjuk halálunk órájáig. Ő az, aki oltalmaz és védelmez minket, és István rájött arra, hogy lehet erős itt a Földön, lehetnek olyan dolgai,
itt a világban, amit meg tud valósítani, de lesznek olyanok is, hogy változtatni nem tud. De tud közben járni, pártfogót keresni, és elsősorban nem magának, hanem másnak. Amikor imádkozunk, akkor is sokszor, legtöbbször imádkozunk, hogy így helyes, nem magunkért imádkozunk, hanem mindig másokért imádkozunk. És ez a férfi tudta, hogy erejének véges a határa, meg tudta hajtani a fejét, és tudta azt mondani, hogy nem adom fel, nem adom oda másnak, hanem oda teszem a szűzany a lába elé. Az egész országot, az egész nemzetet, hogy oldalmazza, védelmezze, hogy járjon közben értünk egyszülött fiának, Jézus Krisztusnál. Ez az igazi nagy istváni művimazából. Ezt kellene nekünk is a családokban megtapasztalni. Hány és hány ember ismerhettek a környezetekben, ahol vannak olyan férfiak, akik bölcsek. Nem okosak, az okosság az kevés. A bölcsesség sokkal több. Mennyire fel tudtok nézni az ilyen emberre, mennyire vágyakoztok arra, hogy az ő társaságban legyetek. Ilyen volt Szent István is. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy minden erős férfi mögött van egy erős asszony. Szent István mögött is ott áll Gizella, egyházmegyénk a pátronája, aki mindig a férje mellett áll, pedig megtehette volna azt, hogy nem csinálja ezt. Hiszen a házasságot érdekes házasságból nem az, hogy egyik beleszeretett a másikba, és akkor jövünk Németországra, Magyarországra, és milyen jó lesz. És ez az asszony elindul Németországból, egy ismeretlen idegen, szegény országba, a vadak közé tulajdonképpen, mert tudta, valamire hívja az Isten. És ott áll István mellett, megszerette a mi Veszprémünket is, ugye? És amikor meghalt neki a herceg, ő sem az Isten bántotta, nem az Istennel morgott, hanem ő is odatért el István mellé, és kérte, menjél édesanyám pártfogásra. Mennyire szép, amikor két ember kiegészíti egymást. Amikor két ember tudja a helyes és a közös utat az Isten felé, amikor tudják azt, hogy nekik közös munkájuk és közös céljuk van. Így működik egy házasság. Tudják, hogy mind a ketten példaképei gyermekeik számára, tudják, hogy mind a kettőjüknek missziós hivatások van, elsősorban a kis családjuk körében. Tudják, hogy mindenkinek mindene kell lenni. És mennek közösen előre, nem féltékenykedve, nem acsarkodva, nem a másik hibáit felnagyítva, hanem alázatosan meghajtva a fejüket az Istenet. Ilyen volt István, és ilyen volt Gizella. Persze még mindig föltetjük azt a kérdést, hogy na jó, de hát akkor is mi? Miben lehet példaként számunkra? Ezt már nem akarom tovább feszegetni, mert ez nem az én dolgom, hanem a ti dolgotok lenne. Nektek kell végig gondolni azt, hogy miben lehet István és Gizella számotoknak példaként. Nektek kell átelmélkedni és megfejteni, neked személy szerint mit adott Szent István. Mit adott Gizella? Mitől lehet az, hogy hosszú évszázadok, évezred óta dicsérjük ezt az embert, Szent István? Lehet, sőt biztos, hogy olyan nagyot nem tudunk alkotni, mint Szent István alkotott, hozott létre, de ha már egy ilyen kicsi, szent családot létre tudunk hozni, ami kis rokonainkból, melyet Szent István is létrehozott, akkor már jó úton haladunk.
akkor már járunk az üdvösség útján, és akkor majd mi is úgy leszünk, hogy Sirák fia könyvében szerepel, hogy nagy hírű atyák dicséretét szenjen. Hogy egyszer majd eljutok ti is oda, hogy nemzedékről nemzedékre áldani fogják ti neveteket is. De ehhez az kell, hogy példát legyünk Szent Istvántól. Adjunk hálát az Úristennek nap mint nap, hogy ilyen csodálatos volt az első királyunk, hogy lehet példaképp számunkra Szent István királyunk, hogyha megpróbálnak minket megalázni, tönkretenni, akkor mindig van egy égi pártunk, aki védelmezi és úrja az országot. Nekünk az örökségünk az, hogy védjük és oltalmazzuk ezt az országot, ezt a nemzetet. Ne engedjük meg azt, hogy kisebbségben legyünk. Hogy azt mondják, magyarok. Igenis, emeltővel, büszkén kell viselni azt, hogy ehhez a nemzethez tartozunk. Hogy mi voltunk az első, akik országunkat felajánlottuk. Többi ország minket csak mások. Hogy mi vagyunk azok, akik örökösei vagyunk Szent István királynak, hogy visszük tovább azt a csodálatos megkezdett életünkát, amelyet István hozott. Ezért adjatok hálát az Istennek, és köszönjétek meg, hogy van ilyen szent és pártfogunk. Amen. A Szent Mise után indult útjára a hagyományos ünnepi körmenet. A hívek a templomból átvonultak a közeli Szent István szoborhoz, majd visszatértek a templom melletti térre, ahol Prímász Gábor Róbert megszentelte az új kenyeret. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi járásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Könyörögjünk. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd érte köszöntésünket, áld meg az asztalunkra került kenyeret mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki velünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Felkérem az alpolgármest urat, szíveskedjék a megszentelt kenyeret. Tisztelt egyházközösség, kedves hívők, kedves tósókiak, ajkaiak! Augusztus 20-a talán államunk legnagyobb ünnepe sok névhez kötődik. Szent Istvánhoz, a Szent Koronához, az alkotmányhoz, az államalapításhoz, és természetesen az új kenyérhez, amit most ünnepelünk. Ez nem új ünnep, hiszen az emberiség több évezrede megünnepelte az új kenyeret, learadtak, összegyűjtötték a gabonát, megsütötték. Az újkori ünnep a 19. század végétől kezdődik, amikor augusztus 20-án ünnepelünk, és Ajkán immár több évtizedes hagyománya van, hogy Ajka város polgármestere megszegi az új kenyeret, az új kenyér az életet adja, és azt gondolom, hogy a családi összetartást, az összefogást, az ajkai emberek összefogását, én remélem ez a kenyér is jelképezi azt. A polgármester úr távollétében Ajka város alpolgármestereként megszegem a kenyeret.
A nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett városi programok ezúttal is az Agórán zajlottak. A gyerekeket kézműves foglalkozások és különféle népi fajátékok is várták, miközben folyamatosan zajlottak a különféle színpadi események. Fellépett az Ajka Városi Bányász Fúvol Zenekar és Mazsorett csoportja, a Dynamic Rock and Roll Club, a Bahar Orientális Hastánc Egyesület, az Ajka Padrakú Tánc Együttes, a Platina Tánc Stúdió, valamint a Pápai Musical Stúdió is szórakoztatta a közönséget. Ünnepi köszöntőben idén Becsei Éva, az Ajka Városért Alapítvány kuratóriumának tagja osztotta meg gondolatait a közönséggel. A keresztény állam alapítás történetét mindenki ismeri. Vagy a történelemkönyvekből, vagy az idén 32 éves István a király rockoperából. De azt már kevesebben tudják, hogy a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, illetve 1038-ban ezen a napon halt meg. Ezért beszélünk keresztény államalapításról. De ma, augusztus 20-án ünnepeljük a Szent Jobbot és a Szent Koronát is. A 18. században Mária Terézia hozatta haza István király kézfej ereklyéjét, a Szent Jobbot, amit azóta a vallási ünnepség keretében, körmenetben visznek végig Pesten.
Azt is kevesen tudják, hogy a II. Világháború idején a nyilasok az erekét és a koronát nyugatra szállították. A Szent Jobb 1945. augusztus 18-án jöhetett vissza Ausztriából, a Szent Korona pedig 1978-ban került vissza Magyarországra az Amerikai Egyesült Államokból. 1989 előtt a mai nap az új kenyér ünnepe volt. A rendszerváltás óta pedig állami kitüntetéseket adnak át, zászlófelvonás van Pesten, és hivatalos állami ünnep. Elmondhatjuk, hogy igazi történelmi kavalkád ez a nap. De vajon mit fog majd jelenteni azoknak az ajkai föttön polgároknak 15-20 év múlva, akik most itt vannak a téren? Remélhetőleg itt az agórán ugyanolyan fergeteges hangulatot, mint ami most van. Ajkai randevút a Várszínházzal. És remélhetőleg akkor is lesz majd egy erős ajkaváros alapítvány, ami majd akkor, ugyanúgy, mint idén, közel 5 millió forint értékben tudta támogatni a mostani pöttön polgárokat. Végezetül Ajkaváros vezetői, a szervezők és az Ajkavárosért alapítvány nevében kívánok Önöknek jó szórakozást. Köszönöm. A városi ünnepség sztárfellépője ezúttal a Budapest Bárzenekar volt. A produkcióhoz tartozó énekesek közül Behumi Dóri, Németh Juci, Keleti András és Kollár Klemenc László lépett színpadra az ajkai koncerten. Az ünnepi programot a hagyományos tűzijáték zárta.